Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Vendégem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a mezőgazdaságért felelős alelnöke, László Tibor, tisztettel köszöntöm, illetve hát a Mezőfalvai ZRT vezérigazgatójaként, és nem mellesleg a Fejér megyei Agrárkamara szintén alelnökeként. Nagyon-nagyon sok minden történt velünk az elmúlt időszakban, ezt kéne megvitatnunk. Először is azonban gratulálnék, hiszen ez egy mai hír, hogy önt nevezték ki a szántóföldi növénytermesztési osztály élére. És ez annál is inkább fontos, hiszen 400 ezer tagja van az Agrárkamarának hazánkban, és 200 ezeren közvetlenül kötődnek a növénytermesztéshez, de ez mondjuk természetes hazánkban. Miként fogadta ezt a kinevezést? Mi lesz a dolga? Szép jó estét minden kedves nézőnek, köszönöm a nézőinknek. Köszönöm szépen a gratulációt az országos alelnöki poszthoz. A növénytermesztési osztály és beszállító osztályt, a felügyelete van ilyen értelemben rám bízva, tehát a növénytermesztési osztályt azt más személy vezeti közvetlenül, de így is van ez abba a hierarchikus rendbe, ami kialakításra került, és az alapszabály szabályozza a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vonatkozásába. Tehát a hozzám tartozó mezőgazdasági alelnökhöz tartozó osztályok, az gyakorlatilag a növénytermesztés és beszállító osztály, az állattenyésztés és halgazdálkodási és beszállító osztály, és a kertészeti osztályok tartoznak felügyeleti szempontból hozzám. Valamennyi osztályt osztályelnök irányít, akik meglettek választva a 21-én, ugye a parlament felsőházi termébe, és ezen belül létesülnek alosztályok és munkacsoportok azért, hogy az Agrárgazdasági Kamara önkormányzati része mind szélesebb bázisokon nyugodva, mind több információt kapjon a gazdáktól, értve itt a problémákat is, a megoldandó kérdéseket is. Válaszokat kapjunk mindazokra, az elért intézkedésekre és azoknak jótékony hatására, amik bekövetkezhetnek, értve ez alatt a bürokrácia bizonyos csökkentését, akár az uniós pályázatok vonatkozásában, akár pedig a hazai megítélése tekintetében. Tehát rendkívül fontos az, hogy igenis a tagjaink a jelenleginél is még bátrabban, még így egyértelműbben közvetítsék felénk mindazokat a problémákat, amivel nap mint nap találkoznak, hiszen akkor lesz hatékony és versenyképes magyar mezőgazdaság, hogyha a gazda a gazdálkodással, a termelési folyamatokkal tudja a legtöbb idejét tölteni, nem pedig a bürokratikus útvesztőkbe kacskaringózva ideje nagy részét adminisztratív teendőkkel kell, hogy eltöltse. Ebbe azért újabb sikereket ért el az Agrárgazdasági Kamara, hiszen a jelenlegi egységes kérelem beadásakor már nem kell a állattenyésztés tekintetében a hármas mentességet igazolni. Ezt a Magyar Államkincstár a Nébikhez küldött levéllel és bekéréssel el fogja tudni rendezni, tehát nem kell a területi főállatorvost megkeresni, hogy a hármas mentességi igényre a válaszokat azt megfelelő módon dokumentálja. Ugyanígy a termeléshez kötött támogatás tekintetében nem kell benyújtani a naplókat, a gazdálkodási naplókat, hiszen elég, ha ott helyben a helyszíni ellenőrzés során ezeket majd megmutatják. Tehát vezetni kell természetesen, hiszen ezt más jogszabály is előírja, de nem kell külön benyújtani a kérelemhez. Nagyon fontos viszont megjegyezni, ha már ennél a témánál tartunk, hogy a zöldítés vonatkozásában változtak a szabályok. A zöldítésben nem lehet most már beszámolni azokat a területeket, pillangósokat is beleértve, ahol vegyszeres gazdálkodás vagy vegyszeres tevékenység folyik, és jó pár területen nem lehet az sem, ahol csávázott vetőmag lett elvetve.
Tehát amikor ezeket a bizonyos X-eket húzzuk, akkor ezekre nagyon figyeljünk oda, mert később ez komoly gondokat okozhat, hiszen ha nincs meg a zöldítési terület, akkor a zöldítési támogatás igencsak komoly csorbát szenvedhet. Mindenképpen javaslom, hogy akinek bármilyen problémája van az egységes kérelem beadásába, az nagy-nagy bizalommal forduljon az Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetéhez. Ott a falugazdászok, fölfalugazdásztól kezdve a területi falugazdászokig mindegyik tagja a falugazdászoknak adekvát válaszokat tud adni és segíteni tud a kérelem pontos, precíz beadásába. Ha ezt falugazdász adja be, nyilvánvaló felelősséget is tud vállalni annak a helyességéért. És nincs fontosabb dolog, mint hogy a megkapható támogatásokat, azt a gazda kapja meg, megfordítva, nincs bosszantóbb dolog, mint hogyha egy elhibázott X-é a megkapható pénzösszeget nem kapjuk meg. Egyértelmű, egyetértek önnel. Annál is inkább, hiszen ez azért is nagy kihívás, hiszen a tudásbázis megosztása, az információ átadása, az innovatív technológiák elterjesztése, az mind-mind a gazdák dolga legyen már, mondom ezt játékosan, hanem a falugazdász hálózat is induljon el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától. A versenyképesség erősítését szintén szolgálja ez az intézkedés, gondolom. Tehát azért jobb, ha egy kézben van. Bár azt mondják, hogy a bürokrácia útvesztőjében a jó is elveszik, de ez itt most pontosan fordítva történik. Itt most fordítva történik, hiszen az Agrárgazdasági Kamarának minden tisztségviselője, amely önkormányzati részen működik, az valamilyen gazdaságot vezet. Családi gazdaságot, egyéni gazdaságot, őstermelő, vagy nagyobb gazdaságot. Következésképpen mindenki az agráriumból jött, az agráriumba tevékenykedik, az agráriumból él. Ez azt jelenti, hogy azokon a szakterületeken és részterületeken, ahol a tevékenységét folytatja, napra kész információval rendelkezik, a többi pedig nyilvánvaló a kapcsolati tőke révén, illetve maga a kamarai hálózat és falugazdászi hálózat révén és az egész önkormányzati rész felépítése kapcsán minden információhoz hozzá tud jutni, feltéve, ha a tagjaink továbbra is, vagy még ezt megerősítve, megkapjuk azokat az információkat, amiben teendőnk van. Érintőlegesen kell, hogy foglalkozzunk az országgyűlési választásokkal, mégpedig azért is, mert hogy az ellenzék, két pártok közül jó néhány, most nem sorolom fel, jószerivel valamennyi, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelenlegi formájának megszüntetését, illetve átalakítását tűzte ki célul. Most ez nem valósul meg, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a kamara alapvetően fontos szerepet játszik a magyar mezőgazdaság fejlődésében, és ez így marad továbbra is. Én azt gondolom, hogy ebben az értelemben üdvözölnünk kell ezt a döntést, mert hogy én ugye végigkísérem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkáját kicsiben és nagyban egyaránt, én azt gondolom, hogy önök jó úton járnak. No, ez csak egy közbevetőleges megjegyzés volt. Időjárás kell, hogy foglalkozzunk vele, hiszen a következő 6-8-10 napban most már azért beköszöntött a valóságos tavasz, és a belvizekkel pedig pontosan azért, hogy 100 000 hektár volt belvíz alatt. Most már ennek körülbelül csak a fele. Ez mennyire nehezíti meg a gazdák dolgát? Ez nagy mértékben megnehezíti. A késői kitavaszodás nyilvánvaló komoly gondokat okoz, viszont az elmúlt jó pár év gépesítési pályázati lehetőségei biztosítják azt, hogy a gazdák rendelkeznek azzal a technikai eszközrendszerrel, amivel hát a nap 24 óráját munkával tudják adott pillanatban eltölteni, és valóban a vetési, a talajművelési, magágykészítési, illetve növényvédelmi feladatokat meg tudják valósítani. Tehát ez a 100 000 hektár körüli belvizes terület, ez még több is, hiszen belvíznek Magyarországon azt nevezzük, ahol csillogó vízfelület van, vagy fodrozódhat a víz, a megközelítés többszintű lehet. De nem tartjuk belvizes területnek azt a 100%-ig víztelített talajt,
amire még gyalog sem megyünk rá, mert elsüllyedünk. Nyilvánvaló géppel, meg aztán végképp nem, nem csak azért, mert beragad a gép, hanem olyan visszafordíthatatlan talajtömörödéseket csinálunk, és károkat, amit utána sokkal nehezebb kivédeni, mint azt az előnyt, amivel akkor bármiféle munkaműveletet elvégezzük. Na most mindaz a területnagyság, ami a víztelített talajok miatt nem tudunk rámenni, az bizony a 150 ezer hektár körül mozog. Ugye, és ez növekszik akár Fejér megye vonatkozásába a Sió környékén, ahol ugye a Balaton leengedése elsőbséget élvez, a bemenő csatornáknak ugye a torkolata sokszor alacsonyabb, mint a Siónak a magassága, amely nem tudja a Sió befogadni a csatornáknak a vizét, tehát nyilvánvaló ott a körülötte levő szántóterületeket, réteket, legelőket árasztja el. Most ez nyilvánvaló konkrétan gondot okoz, és gondot okoznak azok a víznyomásos területek, amit tudjuk jól, hogy egy-egy nagy eső után is megjelennek, de természetesen egy ilyen bőséges csapadékos tél után, meg különösen. Tehát az látszik, hogy a gazdák igenis úrrá lesznek a helyzeten, mindent latba vetve vetnek, magágyat készítenek, talajzárnak, és hagyd ne soroljam az összes munkaműveletet. Már a kukorica vetése is jó pár gazdaságba gyakorlatilag elkezdődött. Hozzák be magukat, és a természet ezzel a nagy meleggel úgy szintén. Tehát ha a búza is szépen növekszik, és ha most egy kicsit a térre utalunk, akkor azt kell mondani, hogy, egy igen magas hőmérsékletű decembert éltünk meg, sőt, mi több, a január bizonyos része is még melegbe hajlott, tehát az átlag hőmérséklet feletti volt a időjárás és a léghőmérséklet, ezáltal a talajhőmérséklet is, az ősziek még növekedtek is bizonyos értelemben, majd pedig egy nagyon hideg periódus következett be. Ez a hideg periódus szerencsére gyérítette ugye a gomba és rovarkártevőket, másrészt pedig gondot okozott azokba a vetésekbe, amelyek gyenge tápanyag környezetbe, vagy nem megfelelő talaj szerkezetbe, magágyba kerültek. Ez azt jelenti, hogy most pont 15-ével fejeződik be a téli fagykároknak a bejelentési kötelme. Itt azért jelezném egyúttal mindenkinek, hogy ez egy jogvesztő határidő is tud lenni. Természetesen azt követően sok mindent meg lehet tenni, hiszen 15 napos határidő áll rendelkezésre arra, hogy ezt a bekövetkezett kárt követően bejegyezzék, vagy előjegyezzék novemberig. Tehát summa summarum, pontos képet ekkor fogunk kapni. Jelenleg úgy néz ki, hogy mintegy 15 ezer hektáron vannak téli növényelhalások. Azért mondom én ezt ennyire körülírtan, hiszen legtöbb helyen nem a fagy okozta a növénypusztulást, hanem a belvíz. Vagy a vízzel telített talaj. Ez azért lényeges, mert ugye két nagyon fontos őszi van, az őszi búza, most itt természetes rózsa, árpa, tritikálé, minden más is van őszi vonatkozásban is, de a búza ugye az, ami mennyiségileg a legfontosabb ilyen tekintetben, és a repce. Na most, ha úgy nézzük, akkor a búzából körülbelül egy olyan 10 000 hektárnyi terület az, ami valamilyen módon sérülhetett, és repcéből is gyakorlatilag egy 5-6 000, amelyet valamiféle probléma ért, és legfőképpen ezek nem fagykárok, ahogy említettem. Épp ezért őszi búzából így olyan 955 000 hektárnyi terület lesz, amely aratásra vár majd, és a repcéből pedig 295 körüli. Ugye a növényvédelem és a műtrágyázás is elkezdődhet pontosan ezért. Viszont nyilván most, hogy átteleltek az őszi vetések, erről már esett szó, viszont most megkezdődhet a tavaszi vetések időszaka, még nem késő. Azt szoktam mondani, hogy amit a természet elvesz, azt valamilyen módon visszaadja.
Tehát most akár nálunk is megnézzük a takarmány rozsnak az állapotát, azt mondhattuk volna, hogy hát milyen sok gondokkal küzdünk, térdig ér. Tehát a búza is nagyon szépen fejlődik. Persze, mondhatjuk azt, hogy nagyon jó körülnézni a határba, de ahogy szokták mondani, még nagyon sokat kint alszik ez a növény, de ha megnézzük ugye a vetések állapotminősítését, akkor mindegy 60%-a a búzáknak jó minősítésű, 30% körüli közepes minősítésű, és csak 10 a gyenge. Ez a repcéni 70% a jó minősítésű. És ez jó, hiszen ez... 1 millió hektárról van szó, ne feledjük. Hát a búzánál igen, így van. A repcén olyan 295 ezer hektárnál, de itt most visszatekintünk arra, hogy még a 90-es évek elején még tudományos kutatók is azt mondták, hogy Magyarországon 100, maximum 150 ezer hektáron lehet jó minőségben repcét termelni. Akkor ez most 297. Tehát a magyar gazda innovativitását ez mutatja a legjobban, hogy a magyar gazda megtanult repcét termelni. Ha a magyar gazda lát egy olyan növényt, amiben tartósan, biztonságosan jövedelmet ér el, azt megtanulja. És ezért vagyok mindig óvatos a szójával is, amikor meghatározzuk a felső korlátokat, hogy mennyi az a hektárszám, ahol Magyarországon lehet szóját eredményesen tenni. Mindig a kis ördög és a kis kérdőjel ott van a agytekervényeink között, hogy nem fogunk úgy járni, mint a repcénél. De először nyilván ugyanolyan jövedelmi viszonyokat kell tudnia produkálni a szójának is. Megértettem. Tehát akkor az őszi búza az rendben van, a repce nem különben, és ez fontos, viszont most jönnek a következő, a vetésforgó okán a napraforgó, és a kukorica. Kukorica, mint a legfontosabb takarmánynövényünk, kiemelten fontos, szintén 1 millió hektár körül. Kukorica fölötte is szokott lenni, és valószínűleg ugye őszi búza növényelhalások miatt a kukorica vetés területe azért meg fogja haladni az 1 milliót jó pár száz hektár. Keveset foglalkozunk a gyümölcsösökkel, de azt hiszem, hogy én jó pár gazdával beszéltem. Borulátóak voltak az elmúlt időszakban, de aztán most úgy tűnik, hogy nem olyan rossz a helyzet. Mint... A fagykárok, és ugye itt a februári és különösen a márciusi fagyokat jelzem, a legnagyobb károkat pont a gyümölcsösökbe tették. Hiszen már piros bimbós állapotba érte bizonyos helyeken ez a keményebb fagy a sárga barackültetvényeket és az őszi barackültetvényeket. Mandulát most azért nem említem, mert az az egyik legkorábban virágzó, de igazából a nagyságrendje szegmenszerűbb, bár azoknak, akik mandulások van, azoknak sok helyen 100%-os, mint a sárga barackosoknak is. Tehát nagyon hektikus a fagykár. És itt nem lehet azt mondani, hogy a tápanyagellátottság okán történt ez, hanem a légviszonyok ilyenek, hogy bizony több helyen 100%-os kárt okoztak, volt, ahol részleges kárt okoztak, és nyilvánvaló vannak területek, még egymás mellett is, ahol viszont nem történt ekkora fagykár. Viszont egy biztos, hogy az ilyen magas hőmérsékletű, pontosabban alacsony hőmérsékletű fagyok vonatkozásába nincs már védekezési lehetőség, semmilyen permetezéssel, semmilyen füstöléssel. Ez sajnos olyan természeti csapás, ahol a kár enyhítési alapból igenis ezeket a gazdákat valamilyen módon kártalanítani kell, és biztosítani nekik a továbbélés, a fennmaradás lehetőségét, hiszen a kertészeti ágazatunk és a gyümölcstermesztésünk pont az a terület, ahol a fejlesztésekre van szükség, ahol új telepítésekre van szükség, és ha már itt tartunk, akkor csak megjegyezni kívánom, hogy a vidékfejlesztési programból, amelyik 71 területen hirdetett meg lehetőségeket, annak idején még mindig nyitva áll 27-es program, és a 27-es programból az egyik a borszőlőtelepítés, ahol mindig gyümölcsös
telepítése lehetőségként még kínálkozik, azzal együtt, hogy ez ne tévesszen meg senkit a 27 nyitott program, hiszen ha az 1300 milliárd vidékfejlesztési összpénzösszeget nézzük, akkor ebből már elbírálásra került 1123 milliárd forintnyi összeg, tehát bizony elég kevés van már, tehát ez a bizonyos 27 programba is, aki talál magának megfelelő részt, itt a fiatal gazdától kezdve a szövetkezésig, a energetikai pályázatig, a vízügyi pályázatig, az erdőtelepítésig, nem akarom mind a 27-et elsorolni, gyakorlatilag még sok válogatni való van, de mindenkinektől azt kérem, hogy nagyon gyorsan nézze át, hogy még mibe tud pályázni, hiszen a pénzösszegek viszont nagyon fogyóban vannak, és amikor azt mondjuk, hogy a vidékfejlesztési programok tekintetében hát nyilvánvaló minden pénz hiányzik, ami még nincs kiadva, de ha azt nézzük, hogy 1300 milliárd 18-ba már majdnem mind elbírálásra került, akkor bizony annyira nem, hogy hátul nem vagyunk, hanem inkább jobb pozícióba vagyunk, mint bármikor egy megelőző időszakban. Az megint más kérdés, hogy természetesen fontosnak tartjuk, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is azt célozza meg, hogy minél gyorsabban történjenek meg az elbírálások, minél gyorsabban megkezdődhessen ugye a beruházásoknak a elvégzése, és minél bürokratikusabb, mentesebben az elbírálás, hiszen a vidékfejlesztési összpályázatokat figyelembe véve több mint a fele a pályázatoknak az beruházási támogatás, ahol a 80-20 arány rendesen működik ugye a kis és családi gazdaságok számára, a többi pedig ugye több éven keresztül folyamatosan adható támogatások, mint az AKG, mint a bioátállás és a bio területeken való gazdálkodás, mindegyiket ne is említsem. Nos, köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és azt hiszem, hogy majd a következő időszakban, hiszen nyilván Agrár Expo lesz most már a jövő héten, majd ezt követően pedig kell, hogy beszéljünk a 2019-től induló új áfa szabályokkal, a fordított áfa ugye megszűnik, azt hiszem, hogy ez is egy fontos hír. Most azonban köszönöm, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, és akkor folytatjuk, hiszen ebben az esztendőben is megrendezték a palotavárosi tavaknál a nagy sikerű halünnepet. Nézzünk meg egy összefoglalót erről a gyönyörűséges napról. Évről évre egyre többen érdeklődnek a város második legnagyobb gasztró eseménye iránt. A borús idő ellenére rengetegen ragadtak bográcsot. A résztvevőket Varga Tamás országgyűlési képviselő, a program fővédnöke köszöntötte. A katonáiknál van egy mondás, mely szerint a katona barátja az időjárás. Én azt hiszem, a horgászokra is igaz ez, hiszen még nem láttam soha horgászt megriadni egy kis esőtől, rossz időtől, széltől. Felöltöznek és várják tovább a kapást, a jó fogást, és örülünk, hogy a Székesfehérvárok palotavárosok itt ezen a közösségi téren ma is találkozhatnak, együtt lehetnek. A város polgármesterét arról kérdeztük, mi lehet a program népszerűségének titka. Itt van egy nagyon lelkes csapat, aki annak idején ezt megálmodta. Azok a horgászok, akik mertek nagyot álmodni, és egy fesztivált, egy halhoz kapcsolódó fesztivált. Másrészt pedig televe a gasztronómiai fesztiválnak ugye van egy nagyon fontos előzménye, a lecsó, amit ugye most már nagyon-nagyon sokan szeretnek és látogatnak, és ezért volt azt gondolom, hogy jó ötlet 6 évvel ezelőtt, hogy így a tavaszi időszakban is legyen egy ilyen jellegű fesztivál. A fehérvári halünnepet 2013-ban rendezte meg először a Horgász Egyesületek Fehér megyei szövetsége, azóta pedig nagy népszerűség jellemzi. Egyre nagyobb látogatottsága van, eddig az időjárás végig velünk volt, a mai napon egy kicsit rosszabb, esősebb, ez látszik is talán a nézők vagy a résztvevők számán. A csapatok, főző csapatok száma viszont nagyon magas, ennyien még nem voltak, az idejében 80 csapat rugaszkodott neki a halfőzésnek. Mehetnek már horgászni azok, akik halkedvelők, horgászatkedvelők, horgászat szerelmesei. Melyik az az időszak, amikor már odaülhettek a tópartjára?
Hát a tavaszi időszak az talán a horgászatnak a legjobb időszaka. Idén egy kicsit elhúzódott itt a március miatt a szélsőséges időjárás miatt, de rekordszámú nevezők vannak a horgászverseny, és ott is azt mondjam, hogy teltház van, fognak is szép nagy halakat. Előbb voltam lent körbe sétálni, 4-5 kilós pontyokat fognak, és jó leszik a hal. Fehérvárra egyébként mennyien látogatnak el? Ugye azért mellettünk van a Velencei tó, tehát nyilván ott is ilyenkor már sok horgász van, de Fehérvár mennyire népszerű ilyen tekintetben? Hát megyei szinten több mint 25 ezer regisztrált horgász van. A Fehérvár és környékén azt mondom, hogy a vizek adottsága nagyon jó, tehát Fehérvár, Csurgó, Pátka, Palotaváros, Nádor csatorna, ugye van egy Dunánk is, tehát itt a megyében azt mondom, hogy mindenféle horgász lehetőség van, és nagyon sok a horgászok száma, illetve látogatják is a megyét sokan az országból. Ebben az évben 80 csapat mutatta meg főző tudományát a rendezvényen. Kóstolhattak a látogatók kisapostagit, baracsit, de megízlelhették a kulcsi halászlé specialitásokat is. Fejér megye központjában vagyunk, kulcs település ugye Fejér megyében van, és ez óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. De a halünnep elkalauzolt bennünket délebre is. A látogatók megízlelhették az incsiklandó házi tésztával gazdagított bajai halászlevet is. Mi a jó halászlé titka? Hát a jó alapanyag. A jó alapanyag az a kezdődik először is a halnál. Persze nem a áruházi hal, mert azok nem tudunk mit kezdeni. Az annyira föl van fújva, annyira tápos zsíros, hogy abban nem tudunk mit kezdeni. Azért hoztuk szíki pontyot, mert ez egy a tartási körülmények annyira autentikusak. A fűszerpaprika, amit az előbb említettük, hogy mennyire fontos, hogy olajos legyen, jól kezelt, nem éget, megfelelő paprika mag tartalommal rendelkezzen, mert egyébként minél több paprika maggal készül maga a paprika, annál nagyobb olajtartalma van, úgy tudják beállítani, hogy a főzésnél nagyon fontos a zsíradék magában a paprikában, mert az csapódik ki, és az adja igazán a színét. Tehát egy jó paprikához nem igazándiból zsíradékot tenni, hogy szép színe legyen. Nagy általánosabb mindenki azt mondja, azért kell hozzá, hogy szép színe, de az szép paprikával nem kell ilyet foglalkozni. Nem beszélve arról, hogy nem tudom, tudják-e, hogy a minél több paprika van magában a paprika maggal készül maga a paprika, a fűszerpaprika, az gátolja a savasodását a paprikánál, tehát nem avasodik meg gyakorlatilag, vagy lassabban van ez a folyamat. A bajáról hozzuk a magának a halászlé főzésnek a tudományát, hát természetesen a tésztát is onnit számlasztatjuk. Ott van egy családi vállalkozás szinten, aki hogy hívják ott a tésztát készíti. Itt ennyit mutatom. Tehát ezeket már megfőztük, előre kicsomagoltuk. És hát így néz ki a bajai tészta. Ennek az a különlegessége, miután kettőségekkel ezt körülbelül fél órát kell főzni ezt a tésztát. Fedő alatt 15 percig, tehát ez nem egy áruházi, megint ugye azt kell mondanom, nem egy áruházi hagyományos tészta, mert azt a tésztát betesszük az edényben, 3 perc alatt készen van, forró íz alatt kihűtjük és készen van. Ezt a tésztát azt körülbelül fél órán keresztül kell főzni, 35 percig pontosan, utána rajta adjuk a fedőt egy 15 percig és kész a tésztánk. Tehát van benne anyag, tehát ez is egy laktató folyamat. És a dégiek is egyedi halétellel készültek a 6. fehérvári halünnepre. Ezt kérem szépen, egy nem hortobágyi húsos lesz, hanem egy dégi halas pecsön. A finomságokat pedig hozzáértő zsűri véleményezte. Grenyovszki Károly megosztotta velünk, hogy mit vesznek figyelembe a halétek ízlelésekor. Mindig a hagyőnek méltóan van egy halászlé kategóriánk, ami hát persze állhat sokféle halászléből. Lehet a dunai, tiszai vonulat, a balatoni vonulat, és nagyon sokan érkeztek idén is. A kulcs, ercsi, kisapostag, baracs, bajai, dunaák felől, és a mások kategória pedig az egyéb halételek kategóriában, amiben nagyon sok mártásos halétele találkozunk, a halcsapaprikás, például találkoztam pontypörköltel, különböző körette, túros csusza, kapros, jutúros, strapacskával, akkor például lesz egy halcsa szuflé, citrommártása. Tehát úgy érzem, hogy idén egy kicsit a csapatok, ugye elmentünk a különlegesség és a mai gasztronómiai megfelelőségnek az irányába.
Mit vesznek ilyenkor figyelembe? Milyen kritériumok vannak, hogyha egyáltalán nevezhetjük ezeket kritériumok? Hát természetesen, hát a halászíne mindenféleképpen, hogy milyen a színe halászínek, milyen az állománya, milyen a homogén tartalma, egyneműsége, milyen az íze, hogy van az étel megtálalva, milyen különböző dolgokat tudnak táláláshoz oda tenni. Így értem azt, hogy a bajai az, hogy milyen így gyúrják a tésztát, hogy készül, mert hát amiben belefektettünk több munkát, az nyilvánvalóan több értékelést is kap a zsűritől. A különleges halételeknél persze szintén, hogy a mai gasztronómiának megfeleljen, illetve hát egy fesztiváli közegnek a tálalása. De nem csak a különleges ízvilágot hozták el városunkba a környező településekről vagy a messzebbről érkező halkedvelők, hanem a felhőtlen jókedvet is. A jó hangulatú programon a csapatok összemérhették főzőtudományukat halászlé és egyéb halételek elkészítésében. A verseny mellett azonban színes színpadi programok is szórakoztatták az ide látogatókat. A gyerekeket 170 játék várta a halünnepen. Idén a halászlevek közül a Tolna megyei halbarát, az egyéb halételek közül pedig a dunaújvárosi kékfarkúak csapata bizonyult a legtehetségesebbnek. Az esemény egyik fontos célja egyébként, hogy felhívja a figyelmet az egészséges halételekre, és segítséget ad ahhoz, hogy a hal jobban beépüljön mindennapi étkezéseinkbe. A halünnep idén is színes repertoárt kínált a nagy közönségnek. Programjai minden évben igazi kikapcsolódást jelentenek a helyieknek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten pénteken, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!